Köszönjük szépen Kondák Zsoltnak és Szumrek Piroskának ezt a zenei felvezetést. Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Én Tompazi Mihály vagyok, a galéria vezetője, a mai est házigazdája, és köszöntök minden egykori óvodást, hiszen óvodások valamennyien voltunk. Még azok is, akik később annyira megszerették az óvodát, hogy úgy döntöttek, hogy óvó néniként élik le az életük jelentős részét. Nem tudom, tudják-e, hogy 60-ban mikor nyílt az első óvoda? Valószínűleg kevesen tudják. 1893-ban a mai Dózsa György téren, ma már nincs meg az az épület, 130 gyerekkel, ami igen tekintélyes létszám volt, figyelembe véve, hogy akkoriban 60 nagyközség volt, nem város. És melyik 60-nak a legrégebb működő óvodája, hiszen 1900-ban nyitotta meg kapuit, és azóta is működik. Hát ez a Vörösmarty téri óvoda, 116 éves. Valamit tudhat ez az óvoda, valamit tudhatnak azok, akik ott dolgoznak, hogy ilyen hosszú időn keresztül töretlenül vitték az óvodát, adták egymás kezébe a stafétabotot, és ennyi éven keresztül jól működött az óvoda. Hogy miként csinálják, azt elmondja mai meghívottam, az óvoda vezetője, Padányné Kalocsai Edit. Ebbe úgy kérted, hogy a legrégebbi óvodába helyeznek téged, mint fiatal óvónénit? Hát azt gondolom, hogy ez ennél picit bonyolultabb volt, és mindjárt vágjunk bele a közepébe. Mi annak idején kényszerből kerültünk ide, az én életem párja, aki hivatásos katona, a Nagygombosi laktanyába kezdte a szolgálatát, és hát a feleségének állás kellett. És a Vörösmarty téri óvoda akkor három csoportos napközi otthonos, illetve egy csoport félnapos óvoda volt, és hogy nem, sorszerű dolog, 81-ben bővítették az óvodát négy napközis csoporttá, és így lett nekem az első munkahelyem az akkori Vörösmarty téri óvodában. Tehát, hogy elvégezted az óvónő képzőt, egyből ide kerültél? Nem, én Salgótarjánban dolgoztam 2 évig, mert az én szülővárosom Salgótarján, és hát a házas élet és az összetartozás idehozott minket 60-ba, és hát bizony, már ki sem merem mondani, ennek 35 éve, hogy mi itt vagyunk 60-ban. Tehát 35 éve jöttél a Vörösmarty. Így van. Óvodában, jól nézzük, akkor jó néhány óvodás generáció végigvonult a kezed alatt. Igen. Tehát akkor a fél 60-t ismered, hanem az egész 60-t. Humorosan azt szoktam mondani, és most is volt, akinek elmondtam, hogy a Vörösmarty téri óvodához mindenkinek vagy volt, vagy van, vagy lesz köze. Nem lehet kikerülni a város legrégebbi óvodáját. És ma már gondolom azok hozzák a gyerekeiket, vagy akár az unokát már, akik annak idején óvodások voltak, 35 év, hát lassan igen, unokát már dédunokával is büszkélkedhetünk, több generáció. Én azt hiszem, és én erre vagyok a legbüszkébb, amikor volt óvodások hozzák vissza a gyermekeiket, és hogy több generáció, és amikor a nagypapa jön és közli, hogy én is ide jártam óvodába, és akkor milyen volt, hát én úgy gondolom, hogy így lehet az örökséget végigvinni, és büszkének lenni arra, hogy van egy 116 éves óvodám. Van egyfajta ragaszkodás az óvodához, tehát hogy lehet, hogy nem ide tartozna, de inkább szívesen hozza, mert ő annak idején óvodásként jól érezte itt magát, és akkor ő is ide hozza a gyermekét. Ez azt gondolom, hogy minden óvoda esetében előfordul, így van. Hát én erre szoktam mondani, hogy a lokálpatriotizmust óvodai szinten így lehet fejleszteni, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy oda vigyük a gyermekünket, ahol annak idején mi is jól éreztük magunkat. Mert hogy a legőszintébb kritikát a gyermekektől kapja az ember, tehát hogyha ő valahol jól érzi magát, akkor tényleg jól érzi magát.
Ez egy nagyon nagy igazság, a gyermeket még nem lehet befolyásolni, nem fűzik érdekek a véleményéhez, ő kimondja, amit gondol, azonnal, köntörfalazás nélkül, és bizony mi felnőttek nem mindig szívesen szembesülünk azzal a tükörképpel. Diplomatikusabbak vagyunk, meg nem fogalmazzuk meg olyan nyersen. A gyerekek azt hiszem azok elmondanak mindent őszintén. Így van, így van. Az óvónéni az olyan, mint a pszichológus, mindent tud. Igen, kell, hogy tudjon, én úgy gondolom, mert a gyereknevelésén kívül én sokkal fontosabbnak tartom, hogy családi nevelést folytatunk, mert ott megjelenik anyuka, apuka, nagyszülők, és bizony a problémák a gyereken keresztül begyűrűznek az óvodai életbe. De ez visszafelé is igaz. És hogy lettél egyáltalán óvónő? Tehát már gyerekként szerettél játszani a kisebbekkel, vagy hogy lesz az emberben, hogy alakul ki ez a köszönöm hajlam. Szépen ezt a kérdést, mert most kezdhetném óvodásan, hogy egyszer volt, hol nem volt, egy nagymasnis óvodás kislány, de valóban ez így van. Nekem volt egy zseniális Zsófi óvónénim, aki én úgy gondolom, hogy erre a pályára, mint óvónéni elindított. Én imádtam őt, az egész jelenét, és biztos vagyok benne, hogy most itt ülünk és óvónői minőségben beszélgetünk. Neki nagyon sok dolga volt. Őről azt kell tudni, hogy Romániában, Erdélyből jött át, és soha nem gyerekek voltunk, hanem puják. És a Zsófi óvónéni az a fajta óvónéni volt, aki azonnal kimutatta az érzéseit. Biztos vagyok benne, hogy ezt is tőle tanultam, mert hogy a gyereknek az nagyon fontos, hogy azonnal visszajelzés legyen, egy mosoly, egy bármi. Neki nagyon fontos, ő abból tudja, hogy az óvónéni most elégedett. És hát igen, valóban így igaz, hogy imádtunk babázni, akkor még nagyon nagy divat volt, hogy az utcában lakó gyerekek, hát én kertesházban nőttem fel, összejártunk, amikor megengedték a szülők, és igen, babáztunk, és aztán a kisebb gyerekekkel én imádtam együtt lenni. És hát azon kövessek közé tartozom, akik még megélhették azt a nyári munkát, hogy el lehetett menni képesítés nélkül. És a szomszédban volt az óvoda, és hát én 4 nyáron keresztül, 1 hónapig képesítés nélküli óvónéniként, még középiskolásként dolgozhattam, és azt gondolom, hogy innen már egyenes volt az út. Tehát akkor Kecskeméti már középiskolásként eldöntötted, így van, hogy óvodás. Ez nagyon egyértelmű volt. Lesz-e? Ért, akkor már volt bizonyos tapasztalatod, hogy milyen óvónének lenni, és akkor az ember ugye bekerül az óvónők képzőbe, tanulni kell azért, ez nem fárasztó, mikor már annyira szépnek tűnik az, hogy én óvónéni vagyok, és akkor beülni a suliba és megtanulni egy csomó dolgot, amit hát az ember lehet, hogy az első ránézés azt jelenti, hogy ez minek is kell nekem. Az óvónői pályának, és szerintem minden pedagógus pályának vannak olyan nagyon fontos ösztönös megérzésen alapuló dolgai, amit nem lehet megtanítani. Az én kollégáim tudják, hogy én nagyon régóta azt mondom, hogy jó, hogy van testnevelésfelvételi ének, meg beszédenni, sokkal fontosabb lenne, hogy a óvónéni jelölt, aki szeretne pedagógus lenni, rakjuk be egy 10-15, 4-5 éves korú gyerek közé, és nézzük meg, mit kezd velük. Ha tud velük valamit kezdeni, akkor helye van a pályán, ha nem, akkor nem. Én úgy hiszem, hogy a tudatosságot tanítják meg az emberrel a főiskolán, anélkül meg ezt a pályát nem lehet csinálni. Én még azon korosztályhoz tartozom, akik megélhették, hogy volt olyan évfolyamtársuk, akit eltanácsoltak az óvodapedagógusi pályáról, akkor még óvónői pályáról, mert hogy a gyakorlati vizsgákon alkalmatlannak találták rá. Ma már nem igen találkozunk ilyen. Ma már nem tanácsolják nem, el. Nem, nem. És akkor ezből egy rossz óvónéni. Hát nem, én mondtam. Nem én mondtam. Előfordulhat. Be kéne vezetni ezt, hogy minden nyáron a középiskolások menjenek, aki óvónéni akar lenni, és akkor menjen gyakorlatra. Próbálja ki magát, hogy
Hát igen, mennyire idegesítik a gyerekek? Úgy gondolom, hogy ennek most inkább törvényi szabályozási akadálya lenne. Akkor ezért mondtam, hogy még ez a fogalom értelmezhető volt, hogy képesítés nélküli óvnéni, és én nagyon élveztem, én nagyon szerettem a gyerekek között. Ez a mai napig nem szűnt meg, tehát én nagyon jól érzem magam. Képzett, azt hol végezted egyébként? Hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy az óvóképzés fellegvára akkor Kecskemét volt, és én Kecskeméten tanulhattam. Ja, jól elmentél az ország másik végében. Hát ez is egy érdekes dolog, akkor körzetek voltak, nem lehetett akárhová jelentkezni, és Salgótarján teljesen értelmezhetetlen módon Kecskeméthez tartozott, és így kerültem én oda, de nem cserélném el azt az időszakot nappali tagozatos hallgatóként. És én azt mondtam, hogy én munka mellett szeretném ezt. Mert hogy ugye már én akkor kipróbáltam, és az én apukám, aki felnőttként érettségizett munka mellett, azt mondta, hogy menj el, próbáld ki, ha egy év után azt mondod, hogy szeretnél kijönni, akkor ám legyen. Nem szerettem volna kijönni. Nagyon kedves emlékek. Én azt hiszem, hogy mindenki tapasztalja meg azt a felsőoktatási kollégium létet, meg hát annak van egy hangulata. Tehát ez jó volt ez a... Abszolút, abszolút. Nyilván így van. Az ember új barátságokra tett szert, amiből van, ami a mai napig megmaradt, és ezek nagyon fontosak. Jöjjön most újra zene, Kondek Zsolt és Smorek Piroska következik egy Republik számmal. Szívemben át, de gondolom ez egy olyan hivatás, amihez igen sok szív is kell, hiszen anélkül a gyerekekkel nem igazán lehet foglalkozni. Miután elvégezted, Salgótarjánba, ha értem, kerültél. Vissza két év az pont elég, hogy megszeresse valaki azt a munkahelyet, amikor már akkor ismert azt a fes fiatal embert, aki egy katona volt, vagy hát később. Igen, azt hiszem, hogy az a ritka pár közé tartozunk, akik már a középiskolai szerelmet megélték, és hát ez a mai napig kitart, és erre úgy gondolom, hogy mind a ketten büszkék vagyunk, úgyhogy igen, és hát minket
Az érettségi után szétválasztott a felsőoktatás, mert ő Szentendrén tanult, én viszont Kecskeméten, és hát azért azt mondjam, hogy volt olyan, hogy Budapesten találkoztunk, vagy teljesen egyenes útvonalon Szentendrére úgy mentek vissza, hogy Kecskemétet érintették, és akkor visszavittek a képzőbe. Hát igen. És hát ő még akkor a főiskolán volt Szentendrén, hiszen neki 4 éves képzése volt, és én elkezdtem otthon dolgozni. Én abban az óvodában dolgoztam, ahol a szakmai gyakorlatomat, illetve nyáron is, ahol dolgoztam. Én nagyon szerettem azt az óvodát, a város egyik legjobb óvodája volt, és hálás vagyok azoknak az óvónőknek, akiktől én ott tanulhattam. És azt a magas lécet fölrakták nekem, ami az óvodapedagógiába nagyon el kell, akkor is el kellett, mert hogy az igényt megtartották. Ugye van egy mondás, hogy a minőség azt jelenti, amikor akkor is úgy csinálod a munkát, amikor nem látják. Na, ezt tanították meg velem ott, és én bízom benne, hogy ez a mai napig is így van. És akkor egy szép nap hazajött a páros, azt mondja, szívem, megyünk 60-ba. Hát nem, hát ennek van hivatalos része, amikor ugyanis megtörtént az ő avatásuk, hát csak sokáig az volt kérdéses, hogy hova, és aki ismeri az akkor, vagy ismert az akkori helyzetet, hát bizony az volt a divat, hogy lakóhelytől több száz kilométerre vezénylik el a fiatal tiszteket. Hát mi hálásak voltunk, hogy csak 60 kilométerre kerültünk, mert azért a szülői házhoz való ragaszkodás mindkettőnkben megvolt. De nagyon, tehát én azt gondolom, hogy nagyon megviselt ez is minket, hogy el kellett jönni Salgótarjánból a 80-as évek elején, és hát én ezt sokszor elmondtam, hogy én most már szeretek itt lakni, de akkor nekünk ez egy falu volt, a megyeszékhely, és a modern gyári városból eljönni ide, ja, és hát a hegy. Hát mi úgy laktunk, hogy a karancs, a salgó, az teljesen természetes, és akkor itt a kollégák mondták, hogy megyünk majd a Szőlőhegyre kirándulni. Hegyre? Hát itt hol van hegy? Hát a hegy az én számomra az a karancs, meg... És hát akkor megmutatták a Szőlőhegyet, hát kénytelen voltam elfogadni, hogy ebben a viszonylatban igen, valóban hegy az is. A Szőlőhegy is. Így van, így van. De azóta már aklimatizálódtunk, de nem volt egyszerű. Tehát egy hónapos házasként ketten ide elköltöztünk, minden új volt, neki is a munkahely, nekem is, ráadásul a szülők sem voltak közel, de én azt hiszem, hogy az, hogy most mi itt vagyunk együtt, nagy valószínűséggel ennek is köszönhető, hogy közösen kellett megvívnunk az együttélés első hónapjait. Most már azt is tudjuk, hogy miért van katonás rend a Vörösmarty téri óvodában. Egy könyvet hoztál a... Igen, én szó szerint vettem ugye a program meghirdetése, a művészetek, hogy zene, irodalom és képzőművészet. Igen, az én számomra ez egy nagyon kedves könyv, de szerintem a lányom is elégedettséggel fogja nézni. Ez a Panni és Babái, ki sem merem mondani, 1961-es. Ez az én mesekönyvem volt. És csak azért, hogy ez hogy néz ki, de a lányom ugyanígy használta, sőt a fiam is, bár ő ebből csak az orvosos részt kedvelte, mert az volt számára a szimpatikus. És hogy ez most miért volt fontos, mert egy jó évvel ezelőtt egy kedves középiskolás pedagógus kollega kétségbeesve megkeresett, hogy tudsz-e segíteni. És elmondotta könyvből egy részletet a versből, hogy ő ezt égen földön keresi, mert hogy az unokájának, és akkor elküldtem neki a verset, és mondtam, hogy igen, ezért őrizzük meg a könyveket, tehát én úgy gondolom, hogy nagy kincs, és a lányom azt mondta, hogy ezt még őrizgessük egy darabig, mert szükség van rá, de a könyv szeretete az édesapámtól való, és hál' Istennek az egész családom. Tehát most már szép csendbe beépül a könyv a lakásunkba, és nem lakásunk lesz, könyvlakásunk lesz, mert nem fogunk tudni férni tőle. És ha már átértünk az irodalomra, akkor hallgassunk most egy verset, egyik kedvenc versedet, Ponodi Panni fogja elmondani. Kosztolányi Dezső, mostan színes tintákról álmodom.
legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kislánynak, akit szeretek. Krikszrakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkora kapu alján. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig, mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámmal arannyal. Arany imát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal, és el nem unnám, egyre-egyre írnék egy vén toronyba szünes szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog, kiszínezném vele az életem. Köszönjük szépen Podonyi Paninak. Egyébként mennyire jellemző, hogy a mai gyerekek még forgatnak meséskönyvet, vagy már a számítógép előtt ülnek? Hát én úgy gondolom, hogy képeskönyvből most is jó a felhozatal, de hát ez a szülői igény. Én hiszek abban, hogyha a szülő jó példával jár elő, és nem csak ő olvas, hanem már mint könyvet, hanem felolvas, mesél a gyermekének, akkor abban a kisgyerekben is nagy valószínűséggel a könyvek iránti szeretet és tisztelet megmarad. Ugye most már nem Panni és Babái, hanem Bogyó és Babóca a népszerű, de én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, képes könyv kerüljön a gyerek kezébe, de az csak úgy fogja forgatni, hogyha anya-apa olvas belőle a gyereknek, és ő tudja, hogy abba egy csoda van. És általában olvasnak anyuka, apuka lefekvés előtt valami hát mesét? Hát én úgy gondolom, hogy ez család válogatja. Mi nagyon szeretnénk, és mindig elmondjuk a szülőknek, de én azért tapasztalom azt, amikor az óvodában azért ugye a piac beköszön oda, és könyvvásárokat szoktunk tartani, és igen, van vevő rá, a gyerekek természetesen rögtön, anya, apa pénztárcája határozza meg, hogy mit veszünk meg, de mi örömmel látjuk azt, amikor reggel egy kisgyerek képeskönyvvel jön, és közlő, hogy de óvónéni, mesélsz ebből, majd ha lefekszünk, és természetesen óvónénik nagyon szívesen mesélnek belől. Fontos, hogy az írott vagy kinyomtatott forma még a mai napig is megmaradjon. Nem lehet pótolni a könyvben. Van-e különbség a között a gyerek között, akinek esetleg rendszeresen olvasnak este mesét, és akivel mondjuk csak tévé elé beültetik, aztán akár álmosodik, lefektetik? Há, hogy érezhető ne, különbség? Hogyne. Ezt már tudósok is megállapították, sőt a legújabb kutatások alapján megállapították, hogy értelmi képességekben sokkal előrébb vannak azok a gyerekek, akiknek rendszeresen mesél. Élnek esténként otthon. Nagyon fontos, azon kívül nyilván, hogy szülő-gyerek kapcsolat, mert olyan jó ott az ágyba picit lefeküdni, a gyerek mellé összebújni. Titkos dolog, én elmondom őszintén, hogy az én gyerekeim egyrészt nagyon kedvelték az édesapjuk kitalált meséjét, vagy épp egy bejáratott mesekönyv, és az mindig előkerült, még nagyobb korukban is, Tarár úr kérem, és az Ezeregy éjszaka meséi, tehát teljesen mindegy, csak könyv legyen, és meséljen a szülő, és úgy meséljen, hogy a gyerek azt élvezze. De végül is ez az, ami kevésbé változott a 35 év alatt, tehát a gyerek ugyanúgy igényli az esti mesét, mint 35 éve, ugyanúgy igényli most. Maguk a gyerekek nyilvánvalóan változtak, mert változott a világ, körülöttünk lévő világ. Mennyire másabbak a gyerekek? Hát jó, 35 éve nyilván másak voltak, csak úgy biztos érezhető azért. Most nem annyiban, hogy sokkal több mindent meg tudnak tapasztalni, mert ugye információ áramlik feléjük, de ugye a viselkedésük mennyiben másabb?
Én ezt úgy mondanám, hogy a gyerek akkor is gyerek volt, most is, nyilván a körülötte lévő környezet határozza meg az ő viselkedését. Egy felgyorsult világban élünk, a digitális technika óhatatlanul jelen van mindannyiunk életébe, a gyerekekébe is, és most csak egy pillanatra, ha visszacsatolok. Tehát az, hogy mesélek a gyereknek, azzal lenyugtatom, viszont ha DVD-t néz, az a vibráló rengeteg szín és mozgás nem arra készteti, hogy elaludjon, hanem még inkább föl fog ébredni, és a szülő nem érti, hogy mi a bubánat, én nem akar ez a gyerek aludni, mikor már 8. mesét nézte meg. Hát azért, mert pont az a lenyugvó állapot nincs meg. Na most ez általában a gyerekek viselkedésére is kihat. A napokban beszélgettem pont egy kollégával, hogy a mai gyerekek nem verekedősek. Tehát régen farkas törvény. Face to face, nekimentem homokozóba, adtam egyet, lebirkóztuk. Meg volt a harc. Ma sokkal finomabb módját választják a gyerekek az egymás, és most ez csúnya szó, de azt kell mondjam, hogy megalázásának. Tehát ilyen hátulról, gonoszkodva, picit zsarolva, és ez sokkal rosszabb. De valahol azt gondolom, hogy ez is a mai társadalmi helyzetre jellemző, hogy nem verekszünk, mert azt látja Ovó néni. Tehát abból jó nem lehet kijönni. Ez egy picit alatta most, és akkor Ovó néni nem látja és nem érti, hogy miért van konfliktus. Nagyon nehéz. A mi programunknak az egyik kiemelt feladata a kommunikáció meg a kooperáció, úgyhogy mi próbáljuk a gyerekekre bízni időnként. Azt hittem, hogy a verekedés a tanítás. Nem. Annak, hogy ezeket a helyzeteket hogy lehet kezelni. Mert hogy nincs mindig ott a felnőtt. Ne legyen ott mindig a felnőtt, tudjanak megegyezni. Egyébként néha jó lenne, mert ez az elfojtott agresszió, ami akár a tévéből árad, akár a játékokból, ugye, amiket játszanak a számítógépen, azt valahol ki kellene adni, és nincs hol kiadni. Tehát ilyen szempontból igen, jó lenne, de nyilván nem fogjuk erre buzdítani a gyerekeket, hanem több mozgásra és minden olyan tevékenységre, amiben ezt le lehet vezetni. Elfordulok, rendezzétek le. Nem kell elfordulni, lerendezik. Tehát ezt ők meg szokták oldani egymás között. Megkérdezzük a felnőtteket, éppen nemrég olvastam egy ilyen statisztikát. Szinte 99%-ának az első szerelme az óvodáskorba datálódik, hiszen kikerülünk a családi fészekből, ekkor kerülünk közösségbe, és itt tetszik meg nekünk életünkben először egy kislány, illetve egy fes ifjú legény. Mennyire jellemző ez manapság? 100%-ban így van, sőt most a mostani kis csoportunkban is van már egy ifjú szerelem, tehát egy bimbódzó, egymásba gabajodás, tehát ez korfüggetlen, igen, ennek van egy nagyon kedves hangulata, és én úgy gondolom, ami az én életemben is fontos, és azt tudja rólam mindenki, hogy a férfi és a női minta, az nagyon markánsan már derüljön ki az óvodába, és igazi lányokat, és igazi férfi fiúkat neveljünk. Én el szoktam mondani, hogy nálunk a nőnapkor például nincsenek lánynaposok, mert hát akkor nőket ünnepelünk, és akkor a fiúk szoktak naposok lenni, mert az úgy illik, vagy hogy akkor udvariasak leszünk. Az asztalnál napos először a lánynak. Igen, ez fontos, és vannak szerelmek, diszkréten, kézen fogva együtt megyünk, együtt játszunk, ne szóljon az én barátnőmhöz, az én barátomhoz. Ezek nagyon kedves dolgok, és van, amelyik a későbbiekben is megmarad. Hát van, ami a homályba elveszik, de nekünk, Ovó néniknek ezek nagyon kedves emlékek. Ti kapcsolatotok is régi, hiszen még a középsuliból való, de akkor igen, akár óvodából is indulhat egy. Hát lehetne, igen. Ennek egyetlen oka van, hogy az én életem párja egy napot volt óvodás. Tehát én imádtam óvodába járni, ő viszont inkább a nagyinál szeretett lenni, úgyhogy ez így elmaradt volna ott. Zene jöjjön ismét, Kondek Zsolt és Murek Piroska egy Halász Judit dalt énekelnek.
Köszönjük szépen Kondek Zsoltnak és Szonek Piroskának. Két gyereked van, ha jól tudom. Igen. És ők óvodába hova jártak, Vörös Marti? Nem. Ez az én elveim között szerepelt, hogy saját óvodába nem viszem. Barbara lányom és Zoltán fiam, mind a ketten, és amire nagyon büszke vagyok, hogy itt van az óvónéniük, Jolika, aki az én vezető óvónőm is volt egy darabig, és most boldogan találkoztak. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ők ugyanolyan óvodások legyenek, mint a többi, és a saját intézménybe ez nagyon nehéz feladat. Én nem tudtam soha külön választani. Tehát én nem tudtam csak óvónéni vagy anya lenni, én az óvodában is, a mai napig is anya is vagyok. Tehát ezt az érzést, hogy ha az én gyerekemmel lenne ilyen, akkor azt én hogy kezelném, ezt nem lehet szétválasztani. Én olyan óvónéni vagyok, aki anya vagyok. Tehát akkor reggel nálatok úgy volt, mennek a gyerekek az óvodába, megy anyuka az óvodába, még szerencs, hogy óvóbácsik nincsenek, mert különben még lehet, igen, hogy... Igen, általában ez az én reszortom volt, mert egy katonaember élete akkor még húzósabb volt, mint ma, tehát munkarendjük volt, és riadó is, az nem egy egyszerű élet volt, de igen, mi együtt indultunk, és hát bizony, amikor a Barbie már iskolás volt, akkor előfordult, hogy ő jött az iskolából, elment az óvodába, elhozta az öccsét, és jöttek az én óvodámba, és az anya óvodájában nagyon szerettek lenni, vendégeskedni mindig. És ott óvodások voltak, akár a többiek, abszolút, igaz? Abszolút, természetesen. Így van. Amúgy mit szeretsz csinálni, amikor nem óvónéni vagy? Tehát a kedvenc időtöltésed? Szerintem a családom, amit most mondaná, hogy az kizárt dolog, én otthon is óvónéni vagyok, tehát ezt nehéz kivetkőzni az embernek az óvónéniségét. Hát azon kívül, hogy egy anya mit csinál, hát szerintem ezt sokan föl tudnák sorolni. Amit én külön szeretek, az a fotózás, és az itt ülő kollégáim ezt nagyon nem díjazzák mindig, megörökíteni mindig mindent, mindenhonnan. Én nagyon szeretek főzni, ha van kinek, és megmondják, hogy mit, ez a másik fontos dolog, és hát a családommal lenni, amikor csak lehet, mert ebből viszont, mióta elkerültek a gyerekek otthonról, ez egyre kevésbé adatik. Lányod véletlenül nem óvónénynek készül? Hát egész véletlenül ő tanítónéni és logopédus, de az alma nem esik messze, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó tanítónéni, és én büszke vagyok rá. De ha már itt tartunk, a férjem is
oktat az egyetemen, a fiam is kapott új munkatársakat betanított, tehát a pedagógia úgy tűnik az egész családban most már megmarad, és mindenki valamilyen szinten veli ezt a dolgot. Jó, most megint irodalom. Podonyi Panni mond el egy részletet a Kis hercegből. Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlóak a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem szelídítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz, meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az igazság az, hogy ő maga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogón mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt. Mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt, néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe visse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe visse. Több ismert részlet is, vagy mondatot is hallottunk ebben a részletben, hogy szívével lát jól az ember, és hogy felelősek vagyunk azokért, akik megszelítettek. Itt inkább a feleségeknek mondom, hogy felelősek, mert általában ők ugye szelítnek meg bennünket. Mikor erről beszéltünk, akkor ezt a részletet kérted. Miért? Hát én azt gondolom, hogy ebbe a részletbe, ennek a pályának minden szépsége benne van. Az a fajta felelősség, ami egy óvónéni kezében van, amikor megkapja a 3 éves kisgyereket az óvodába, és hát ott még nincs logikus észérv, semmi nincs, egy könnyes szemű anyuka, egy síró kisgyerek, és az óvónéni szíve lelke, hogy ezt a apró kis óvodást meg kell szelídíteni, és az enyémmé kell tenni, és hogy anyának is fölszáradjon a könnye, a kicsi gyerek meg jól érezze magát az óvodába. Ez másképp nem megy, csak ha a szívén ellát az ember. Amit az előbb mondtunk, a gyerekek nagyon őszinték és műszerek. Tehát a gyerek azt megérzi, amikor valaki csak kedvesen rámosolyog, és belülről nem szereti. Ahhoz nem akar oda menni. Én mindig el szoktam mondani, a saját gyerekeimen tapasztaltam, de szerintem mások is tudják, amikor az úton mentünk, kicsik voltak, és netán olyan ismerős jött szembe, aki számomra nem volt kedves, tuti, hogy nem köszönt a gyerekem, akármit csináltam vele, mert ő azt érezte, hogy itt most valami gond van, és ő neki most itt nem kellene köszönni. Na most a gyerekek ilyenek. Azt szeretik, és ahhoz az óvónénihez fognak vonzódni, aki
önmagáért szereti a gyereket, és amit vannak, most volt óvodásaim, meg vannak anyukák, akik ezt velem átélték, amikor beszoktattunk, és amikor azt mondja az ember 2-3 hét után, hogy tessék elhinni, anyuka, nagyon jó óvodás lesz, és eljön az idő, amikor majd azt fogja mondani, hogy de korán jöttél, miért nem jöttél még később, és ez olyan hihetetlen akkor, és bizony nagyon hamar eljön az az idő, amikor anya korán jön, mert később kell jönni, mert akkor még sokáig lehet játszani. Na most ez szív nélkül nem megy. Én egy érzelmekkel működő ember vagyok, én ezt sosem tagadtam, szerintem itt a zenei és irodalmi anyagból is látszódik. Én így tudom csak elképzelni ezt az óvónőséget, de én vezetőként is csak így tudom a kollégáimat. Mennyire együttműködőek a szülők, vagy egyszerűen betesz az óvodába a gyerekét, és elvárja, hogy amit ő elmulasztott esetleg, azt az óvoda végezze el ezzel a szép műszóval? Hát, ha most azt kell mondani, amit itt vár a társadalom, persze. Ilyenek, nem ilyenek a szülők. A szülők olyanok, amilyenek én vagyok. Vagy amilyen én vagyok. Ha én adok, akkor a szülő is ad. A szülőket gyönyörűen lehet nevelni a gyerekeiken keresztül. És itt most ezt a nevelést tényleg idézőjelbe teszem. De ha tőlem a szépet, a jót, a szép beszédet látja, és a gyerek ezt viszi haza, az óhatatlanul kihat a szülőre is. Persze van egy ilyen, hogy elhoztam az óvodába, tanítsa meg az óvoda sok mindenre. Ugye tipikus példa, amikor a szülő beáll az ajtóba a gyerekkel, és közli, hogy köszönjél. Ő nem köszön. Nagy valószínűséggel a gyerek se fog köszönni, ugye a minta, hogy én mit csinálok. Óriási szerepe van az óvónéninek ilyen szempontból, hogy ő milyen mintát ad át a gyereknek, de visszautalunk a legelején, hogy bizony elmesélik, hogy mi történik otthon, de azt is elmesélik, hogy az óvónéni mit csinál, vagy hogy csinál az óvodában. Nagyon fontos, hogy mi mit adunk, és kell is. Én hiszek az eredendő jóban, tudom, hogy ezzel időnként egyedül vagyok, és itt ülnek az én kedves kollégáim, akik időnként fejemre olvassák, hogy már nem vagyok hajlandó látni bizonyos dolgokat. Én meg úgy gondolom, hogy ha én szeretném megváltoztatni, akkor nekem mindent meg kell tenni azért, hogy valami kis minden rosszba találjuk meg azt a jót, amitől jóvá tudjuk, vagy még jobbá tudjuk tenni. És a 35 év alatt, a kollégákról egy pár szót, 35 év alatt volt-e olyan, hogy azzal szembesült, hogy ezt mégsem szeretnéd csinálni? Tehát kipróbálta magát, ugye előtte nem volt lehetősége, mint neked, vagy nem akarta. Csak azt mondta, hogy én nem bírom a kölyköket, azért én más szeretnék csinálni. És egyáltalán mennyire változtatható egy óvónéni, tehát egy friss, fiatal végzős bekerül az óvodába, gondolom, sok mindent kell tanulni az idősebbektől, mennyire fogadja el a tanácsokat, mennyire képlékeny. Milyenek a kollégák? Itt ülnek. Akik itt vannak, azok nem, őket. Ugye, mert nem. Hál' Istennek, nagyon régóta együtt dolgozom a jelenlegi kollégáimmal. Volt olyan, aki pálya elhagyó volt, de nem azért, mert ő utálta a gyerekeket, hanem egyszerűen úgy gondolta, hogy ő most kipróbálja magát egy másik területen. Olyannal így nem találkoztam. Volt olyan, akinek betegség miatt kellett elmenni, mert nem tudta már a feladatát ellátni. Olyan viszont van, akin notóriusan próbálok alakítani, ez nem szégyen, én hiszek abba, hogy az utolsó pillanatig lehet változtatni valakin, de nekem jó példával kell itt is előjárni. Tehát ez nem csak a gyerekeknél igaz, ez a kollégáknál is. Tehát le kell rakni. Én az a típusú óvónéni voltam, aki soha nem a kitaposott ösvényen ment, hanem igyekeztem új ösvényt taposni, és szerettem volna, hogyha jönnek utána. A sors is hozott sok olyan lehetőséget az életembe, hogy muszáj, ki kell próbálni, mert most itt a lehetőség, de ezt fölvállalni, ez egy nagyon jó dolog. Hát maga az óvoda rendje is változott nagyon sokat. Mindig jönnek új tanítási
sémák nem változik, gyerekekhez való, meg egy időben az is volt, hogy bármikor lehetett, mint reggelizni, kitették oda, tehát nem volt valami rend. Hanem... Hát én azt gondolom, hogy az óvodás gyereknek, de szerintem ez felnőtt korig is a napi rend, az egy nagyon fontos dolog. Azért az óvodában én úgy mondom, hogy nagyobb szabadságot kaptunk óvodapedagógusok a saját kis óvodai életünk kialakításába, de az egy intézményben dolgozó óvodapedagógusnak azért konszenzusra kell jutni. Meg kell határozni azokat a paramétereket, ami alapján dolgozni kell, hogy most folyamatos 10 órai van, tehát 8 órától 9-ig ehetnek a gyerekek, vagy azt mondjuk, hogy nálunk egy időben üljenek le is nyugodtan, 10 óra izzon minden gyerek. Ezt minden óvoda ma maga döntheti el a pedagógiai programjába. Nem biztos, hogy mindig jó az, amikor mi az új trendekkel akarunk menni. Én hiszek abban, hogy az alapdolgokat meg kell tanítani az óvodába, a hozzávezető út az lehet jó, minél többet tapasztaljon a gyerek, próbálhassa ki, nézhesse meg, tapinthassa meg, ennél jobb nincs. A virtuális világban, én elmesélem a történetet, itt ül a kolléganő, akinek az óvodása nem szeretett az udvari játékokkal játszani, számítógép. És óvónéni javasolta neki, hogy hazamész, anyával lementek az udvarra, megtanulsz labdázni, és labdázzatok. Másnap boldogan jött a kisfiú, és újságolta, hogy ó, néni, megtanultam labdázni. Nem mondod, hát hogy sikerült? Hát az interneten. Igen, ez a virtuális világ, de nem ezt szeretnénk, tehát tapasztaljon a gyerek, és próbálhasson ki minél több dolgot az életében. Újra zenét hallgatunk, Kondek Zsolt és Szmerek Füröske egy Beatrice számot fog nekünk. Akkor félrevezettek engem. Igen. Témához most egy másik passzol, ezért úgy döntöttünk, Füröske, egy kicsit megváltoztatjuk a mai műsort. Azt tudni, hogy mindig megkérdezzük, hogy a kedves meghívott vendég mit is szeretne hallani, mert a téma olyan, hogy ez most igazán nem passzol ide. A végén külön elénekem neked. Sőt, majd együtt. Páratlan a rózsád, mert öntözgetted. Páratlan a rózsád, mert újra látattál. Páratlan a rózsád, mert hernyóit írtottad. Páratlan a rózsád, mert hallott, ne hallottál. Páratlan a egy sem a sajátod. 5000 rózsát, nincs köztem barátod. Láthatsz 5000 rózsát, mindegyem. Jól csak a szívem
eltalálták magukat a zenészek, ugye. Mondjuk el, hogy mi lett volna itt? Melyik dal lett volna? Még dal, de még... Játsszuk el azt is. Még elhúzhatják azt is. Egy képet hoztál egyébként, ez egy... Igen, ez egy nagyon friss szerzemény, és még amiről itt nem beszéltünk is, én nagyon fontosnak tartom a visszacsatolás. Volt egy kedves tanítónő ismerősem, aki mindig azt mondta, hogy te Edith, ilyen utánkövetést kevés óvónő csinál meg, hogy egyetemista gyerekekről is tudjuk, akik óvodásunk volt esetleg, hogy mi van vele. Most büszke vagyok, mert itt szintén van egy ilyen fiatalember, aki az óvodásunk volt, hogy amikor visszajelzés van, az nagyon jó. És ez a bohóc, ez nekem most azért fontos, mert egy volt apuka, akinek a kisfia oda járt hozzánk, ő hát így önmagában szokott festegetni, és a mini kiállításán láttam, és csak szomorú bohócok voltak. És mondtam, hogy ez nem állapot, hát a bohóc az vidám, és mondta, hogy nem. De mondtam, hogy egy bohóc nem lehet szomorú, lehet a színfalak mögött, de a bohóc színes és szomorú, és egyszer csak megjelent és festett nekem egy vidám bohócot, ami én úgy gondolom, hogy teljesen jelképezi az én lelki világomat a sok-sok színnel, illetve azzal, hogy mosolyog, mert hát két ember között a legrövidebb út a mosoly, a gyerekeknél meg különösen igaz ez. Úgyhogy nekem nagyon kedves ez a kép, még keret nincs, ez annyira friss, de előbb-utóbb lesz neki kerete is. De most már így is divat kitenni a képet hát, egyébként. Most egyelőre így van, igen. És egyébként a volt óvodások, akik már esetleg szülők, az, hogy Edith óvónéni, vagy hogy szólítanak? Hát igen, igen, a szülők is nagyon sokszor még mindig Edith óvónéniznek, és ez nekem megtiszteltetés egyfajta szinten. Igen, én nagyon szeretem utánkövetni a volt óvodásokat, és itt ül a kedves kolléganőm, akivel 21 évig sok-sok csoportot végigvittünk, és mindegyik csoportból vannak gyerekek, akik a mai napig fontosnak tartják azt, hogy valamilyen úton, módon életjelet adjanak. Mi voltunk általános iskolai ballagáson, középiskolai ballagáson, most legutóbb egy esküvőre voltunk, mint volt óvónénik hivatalosak, és én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés. Igen. Tehát ezek nagyon, hogy bejönnek egy érettségi bizonyítvánnyal, vagy egy diplomával, de hát hadd meséljem el a legutóbbi friss élményünket, amikor a pedagógiai asszisztens bejött és mondta, hogy keresnek téged meg Erzsikét. Jó, hát ki. És öt fiatalember a maga hetedik osztályával bejött egy doboz kis bombonnal, és ők jöttek meglátogatni minket, és egy 13 éves fiúgyereknek nem lehet azt mondani, hogy menj be és a óvónénit látogasd meg. Hihetetlen jó érzés volt, de a jó érzés nekünk az volt, hogy a gyerekeknek is jó érzés volt, hogy tudjuk a nevüket, hogy netán a testvér vagy az anyuka nevét is, ennél klasszabb visszacsatolás, azt gondolom erről a pályáról nem kell. És én hálás vagyok, hogy most itt sok olyan ismerős ül, akiknek én nagyon köszönöm, hogy megtisztelték a mai estét, és eljöttek, és kíváncsiak az én életpályámra, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt. Egykori óvodások is. Igen, vannak. Igen, van itt egykori óvodás, meg egykori óvodás szülője is, úgyhogy ezek nagyon pedig klasszok. Mennyit kínlottál vel annak idején, hogy embert faragd belőle? Valahol az énekesi pályája az ott indult, az óvodában, amikor énekelt évzáron, és erre mi mindig büszkék vagyunk, de több ilyen is van, úgyhogy ez, az értéket meglátni a gyerekekbe, ez egy nagyon jó dolog. Edith óvónéni, a terveidről valamit vannak? Vannak. Hát igen, jó egészségben még végezni ezt a munkát egy darabig, de ha már itt az elején így lett felkonferálva, hogy a város legrégebbi óvodája, akkor igen, nekem terveim vannak, és remélem, hogy majd nyitott fülekre is találok. Hát az
város közéletébe én nagyon szívesen bevinném egy óvodatörténeti emlékszoba létrehozását, és hát nyilván hol máshol, mint a 116 éves óvodában. Hát majd egyszer találunk, bízom benne, egy pályázatot. Nekünk azért elég sok írásos dokumentumunk van, amiből tavaly évben csináltunk egy kis mini kiállítást, alpolgármester úr meg is nézte, olyan kincsek, amiket én úgy gondolom, hogy meg kellene őrizni a városnak, és hát ha még toborozni tudunk hozzá értékeket, akkor ezeket ott kiállítani, és megmutatni a nagy közönségnek, hogy lám-lám, a mi városunknak van egy olyan óvodája, ami eredetileg is óvodának épült, és a kincseket itt őrizgetjük, és hát ehhez kapcsolódik szorosan, hogy hát jó lenne megírni 60 város óvoda történetét. Hát ugye a mag ellet hinte, hogy mondjuk reméljük, hogy megfelelő táptalajba kerül, és lesz belőle valami ebből a könyvből, mert megszületik, akkor nem valami, nem megszületik ez a könyv. Én ehhez sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Következzen akkor most Kondek Zsolt és Szmereg Piroska fináléval. Most nem tudom, mit fognak játszani. Nektek is, vagy csak nekünk? Nekem nem baj, hogy én sem. Csillagom vezess, én utánad megyek.
erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezess, én utálad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezess, én utálad megyek. Vágta volna a műsor. A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkátor, erős vagy és bátor, egy részek magon, a kéket után jól, de nem tudod miért, de jól belerült. Ma elfogyott a figyelmet már, pedig szabad a csók és szabad a tár. Száz éve Párizsban az volt a jó, a volna kihagyni. Úgyhogy köszönjük szépen Kondex Zsoltnak és Szmonek Piroskának, köszönöm szépen Podolini Panninak is, de legfőképpen köszönöm Edit Ovoninnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött. A hivatalos része ezennel véget ért a mai estének, de kiderült, hogy az Ovoninnek is van kedvenc bora, ezt illik megkóstolni, némi pogácsával és egyéb haragnivalóval is készültünk. Maradjanak még velünk, beszélgessünk, érezzék jól magukat a galériában, hiszen ne felejtsék, a galéria önökért is van. Köszönöm szépen! Még egy szót szólhatok. Először egy egykori óvodást hallgassunk meg. Azért kértem szót, mert szerintem idejövő. Martonvásáron voltunk, és ott meglátogattuk az Óvoda Múzeumot. Ugye nem hagyhattuk ki, hiszen Erika Homó néni ott volt velünk. És
ez most beugrott nekem, és egy picit úgy elgondolkoztam, minden maradna így, mennénk vissza 150 évet, és akkor Padányiné Kalocsai Edi galéria vezető kérdezné Tompa Zé Mihály Óbási, hogy mi a helyzet az óvodában. Így van, Editke? Mert akkor bizony csak óbácsik voltak. Ennyi. Szeretnék itt elmondani, és Mónika, kérlek, hogy ne könnyezzé. Tehát amikor ma megkérdezték tőlem, hogy izgulok-e, akkor én azt mondtam, hogy nem. És amikor itt elkezdtek gyűlni a vendégek, akkor megfogalmazott bennem, hogy talán itt lenne az ideje, hogy elkezdjek izgulni, mert én nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és érdemesnek tartották ezt a beszélgetést, vagy az érdeklődésükre számot tartott ez a beszélgetés. Én nagyon hálás vagyok, hogy itt olyan emberek vannak, akik nekem a itt töltött éveimnek a kezdetei voltak, Erika Ovó nénivel az élen, aki az én vezető helyettesem volt, vagy Szabóné Jolika, aki ugyanaz Ovó nénie volt a gyerekeimnek, de a főnökön volt, és hát régi logopédusunk, nem tudok, Irénke, én nagyon-nagyon meg vagyok hatva, és nekem nagyon jól esik, hogy az én örökös naplemente nyugdíjas klubom tagjai itt vannak, ahova már bérletem van szerintem. Nem, tehát nem tudok mindenkit felsorolni, és azért alpolgármester úr, mint szülő, ott volt az óvodai életemben, és hát egy titkot is hagy áruljak el, hogy a mi versmondó lányunk, apukájának az öccse, az én óvodásom volt, és János itt szülőként volt akkor az óvodába, tehát, amit az elején mondtam, a Vörösmarty óvodával mindenkinek volt, van és lesz kapcsolata, és én köszönöm, hogy eljöttek, és megtiszteltetek engem, és kérlek szépen, hogy kicsit beszélgessetek, és az én kedvenc borom, hát minőség itt is, Tokai a szó, de aki a picit savanykásabbat, annak van szomorodni. És köszönöm, hogy meghívtatok, és itt lehettem.